Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus és nagy jelentőségű ünnep volt a település életében, hiszen annak idején az emberek többnyire nem a bankba tartották a pénzüket, hanem jószágba tartották, és nem volt mindenki szolgált, és ilyen emberek kezére adták. Éppen ezért nagyon fontos volt, hogy megbízható emberek legyenek a város szolgálatában, és nálás azon települések közé, Ortvány melyiki települések közé tartozik, ahol nagyon fontos szerepe volt a jószágtartásnak, hiszen nagyon nagy jelentősége volt a település életében, ezért nyilván a pásztortársadalom is nagyon erős volt, és nagyon válogatott emberekből kellett, hogy álljon, és generációról generációra öröklődött ez a tudomány. A számadónak, Vitányi Sándornak, Gencsi Zoltán barátom közreműködésével átadjuk azt a gajacskát, gajcsomót, aminek ugyancsak mágikus jelentősége van, ugyanis ha ezen a napon egy kicsit megcsapkodják vele a jószágokat és elteszik, és az év során mindig ezt használják, akkor mindenféle betegségtől megvédi őket. Úgyhogy becsülettel védje ezt a kis gajacskát, ezt a nyírfa gajacskát, mert nagy jelentősége van. És hát miután tudjuk a kezére bízandó jószágok számát is, el is véstük egy rovásfára, megkérem Gencsi Zoltán szíveskedjen felmutatni ezt a rovást, és ismertetné is a jelentőségét. Köszönöm szépen, a rovás írás szabályai szerint jobbról balra véstük fel a jószágoknak a állatlétszámát, és végén ugye ezt ketté vették, az egyik maradt a szívis gazdánál, a másik pedig ugye a pásztornál. Ez volt a kettős könyvelés alapja, a kihajtási állatlétszám van rajta, hozzá kellett adni a gyepen született jószágot, le kellett vonni, ami elpusztultként, illetve amely a legelőn a kereskedő kezére került. Ezért van az a híres mondás, hogy tavasszal a kihajtáskor minden gacsos lehet pásztor, bezzeg ősszel szoruláskor az a pásztor, aki számol. Légy szíves polgármester úr, húzz szét a rovásfát, és akkor a számadó uramnak add át, és becsülettel őrizze meg, a számolásról meg ne feledkezzen. Köszönjük szépen! Az öreg számítás látni, hogy egy kicsit rekonstruáltam. Pedig azáltal, hogy a Szovjetunióból származó Kostromai Margit volt. Hát egy jó egészséget örvend az öreg Bodó Imre bácsi. Pásztorok a nagy pásztor családból választanak még számadót a saját asztalukhoz. És itt a hőivaró és a hímivaró állatoknál is egyaránt van szar. A nagy hatalmas szarvat a kosok hordják a fejükön. Végén a nagy bundák, kellett hozzá 7 darab jószágnak a bőre. És hát több báránybőr a nyakörészhez. Ez volt a pásztoroknak a hálózákja régen. Megérkeztek a magyar torkák. Itt jól lehet látni, hogy számolnak, nem fekete a bőrnek a pigmentáltsága, mint a magyar torkák. Hiszen minden, ami a vágás során lefogytan, azt a fogyítottak a vizet, illetve a benne lévő égelé.